Az anyagot a versenyképességi tanács ma jóvá hagyta, és ez az anyag fog bekerülni majd szerdán a kormány elé. Azt gondolom, hogy egy olyan részletes és átfogó anyag készült, amely képes arra, hogy a következő években a versenyképesség javításáért fontos kormányzati lépéseknek a keretéül szolgáljon. 6 fő terület köré csoportosítottuk végül a versenyképességi javaslatokat. Ez a 6 konkrét terület az adózás, a foglalkoztatás, a vállalati szféra, a közszféra, oktatás és az egészségügy területét érinti.